Tehát, hogy ez egy olyan könyv, amivel én egészen véletlenül találkoztam. Méghozzá Amsterdamban, a repülőtéren, amikor egy tudományos együttműködés keretében Hollandiában látogattam. És nagyon fontos az, hogy igazából, tehát nem árt, hogyha tudják, hogy ezt én azért kezdtem el fordítani, mert a könyv úgy gondolom, hogy egy sorsfordító könyv, és szerettem volna minél jobban megérteni, és pontosabban elsajátítani azokat a gondolatokat, amik ebben a könyvben vannak. És a fordításból nagyon sok változatot, 140-nél több változatot készítettem, és hát én úgy gondolom, hogy én méltatlan vagyok annak a szövegnek a megfogalmazására, amit a Dalai Láma ebben a könyvben kifejtett. Tehát én jómagam úgy gondolom, hogy nem vagyok olyan szellemi állapotban, hogy erről a témáról igazából jogosultan beszéljek. Ezért én azt gondoltam, hogy jó, hogyha egy avatott ember átnézi ezt a fordítást, egy Csöppel Lámát kértem meg, hogy segítsen, és segítség az nagyon fontossá vált, mert kiderült az, hogy a könyvet először is nagyon nehéz volt megjelentetni, tehát én vállaltam volna magánkiadásban, mert nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy a magyarságnak ennek a könyvnek az ismerete egy alapvető kapcsolatot hozhat létre azzal a bizonyos ősi tudással, ami régen megvolt számunkra, és ma már nagymértékben homályba vészett. A lényeg az, hogy magánkiadásban nem kaptam rá engedélyt, megkértem egy könyvkiadót Szegeden, aki elvállalta volna, hogy ő kiadja, tehát én fölajánlottam a fordítás szövegét, és ők el is kérték a kiadás jogát, de becsődöltek, és akkor ezen a ponton Csöppel Láma megkeresett, hogy mi van ezzel a fordítással, és mondtam, hogy hát az a helyzet, hogy itt állunk, nem sikerült egyedül, és akkor ők, ez egy buddhista közösség Taron, akik kiadták ezt a könyvet. A könyv maga az két részből áll, az első része az őszentségének, a Dalai Lámának az előadását tartalmazza, a második része pedig kérdéseket és válaszokat. Tehát a könyvnek az ismertetője az, hogy ebben a könyvben a Dalai Lámának, a világunk egyik szellemi vezetőjének szárnyakat adó gondolatait olvashatjuk. Őszentsége a mindennapi életből vett példákon mutatja be, hogy miként segíthet az együttérzésünk kinüvelése, életünk boldogabbá tételében. Saját magunk és mások jelenlegi helyzetének a felismerése után ráléphetünk arra az útra, amelyen haladva a zavaros, szenvedélyes, kavargó érzelmeink fokozatosan átalakíthatóak. A szerető együttérzésnek a gyakorlata szellemi hozzáállásunkat, alapvető természetünk a jóság felé fordíthatja, így például a haragot, haragunkat, ami egy nagyon pusztító érzés. Úgy hívjuk magunkban, hogyha már hideggé válik és fölgyűlik, hogy gyűlölet, és ez ugye elsősorban saját, azt pusztítja elsősorban, aki gyűlöl, tehát a gyűlölet. Nagyon szép kifejezés a magyar nyelven. Tehát ezt átalakíthatjuk, hogyha kellően műveltek vagyunk, és dolgozunk az érzelmeinkkel, szeretetté, együttérzésé, így az életünket értelmesebbé, békésebbé és boldogabbá tehetjük. És ezáltal mindannyiunk világa jobbá, boldogabbá válik, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a szeretet és az együttérzés az szárnyakat ad az embernek, és ez a két szárny az, aminek a segítségével a szenvedések tengerén fölemelkedhetünk. Tehát most én igazából arra gondoltam, hogy aki itt van és erre az előadásra jött, megkérdezném, hogy ki az, aki boldog szeretne lenni. Én például szeretnék. Úgy látom, majdnem mindenki. És hogy ki az, aki volt már boldog életében legalább egy pillanatra. Sokszor. És ki az, aki ezt éppen fölön is tudja tartani mondjuk 5 perccel tovább, hogy boldog. Nagyon-nagyon jó, hogy ilyen sok boldog ember van közöttünk, és ennek nagyon örülök.
én saját magam gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy mondjuk előfordulhat, hogy 15-20 percig is boldog tudok lenni, de legtöbb esetben csak azt mondanák, hogy most boldog vagy, nyomjál meg egy gombot, mire megnyomnám a gombot, addig nem vége lenne a boldogságnak. És azt kell tudni, hogy ma már, tehát én fizikus vagyok, tehát természettudós, és ezt ma már egy korszakváltás van a tudomány és a spiritualitás világával. Ezt nagyon kevesen ismerik, de ennek az a lényeg ennek a korszakváltásnak, hogy a tudomány az ilyen objektív megismerésre törekszik, tehát arról, hogy egy harmadik ember is, hogyha elvégzi azt a bizonyos kísérletet, vagy végiggondolja, ugyanarra az eredményre jusson. A spiritualitás az inkább ilyen belső folyamatoknak a vizsgálatával foglalkozik, a lelki világunkkal, úgy mondjam, belső szubjektív élményekkel dolgozik. És ma már a műszereknek a segítségével a kettő találkozik, tehát vannak olyan berendezések, efemeri például, tehát agyra tett csapka, elektromágneses érzékelők, amelyek segítségével vizsgálhatóak az érzelmek, és igazolni lehet azt, hogy a boldogságot olyan szerzetesek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ilyen meditációkat tanulnak, ezek képesek adott ideig fenntartani, mondják nekik, hogy legyél boldog egy óráig, akkor egy óráig képes ezt a boldogság állapotot fenntartani. Azt, hogy legyél boldog négy óráig, akkor négy óráig boldog, és segíteni akar abban, hogy ezek a műszeres technikák is valamilyen értelemben a szenvedésnek a megszüntetésében az emberiségnek segítséget adhassanak. Tehát ezt felkérésre vállalják el természetesen, tehát nem kunsztból kísérleteznek, de maga Buddha azt mondta, hogy ugye ő királyfi volt, és a királyi sorsot ott hagyva elment szerzetesnek az erdőben, és valaki mondta neki, hogy hát ő micsoda egy szerencsétlen hülye gyakorlatilag, hogy képes arra, hogy ott hagyja a királyságot, van neki hatalma, országa, tulajdonképpen háreme is volt, felesége, kisgyereke, és ezt ott hagyta, hogy ő micsoda szerencsétlen buta ember volt. És akkor mondja neki, hogy hát ez nagyon megalapozatlan elképzelés, hogy én butaságot követtem volna, és miből gondolod azt, hogy például egy király az képes arra, hogy egy hónapig zavartalan boldogság állapotába tartózkodjon, és ne aggódjon arról, hogy ellenfelei megtámadják, elveszik az országát, kiszorítják a helyéről. Miből gondolod, hogy egy király akár egy hétig vagy egy napig képes a boldogság állapotairaban tartózkodni, vagy akár csak egy óráig is? Én azonban képes vagyok arra, hogy egy napig, egy hétig, egy hónapig, egy évig folyamatosan a boldogság állapotában tartózkodja. Bár nem ezt tekintett a legmagasabb szintnek, de ezt viszont, ezt az állítást ma már műszerekkel is igazolták azokon, akik mesteri szinten elsajátították az ő tanításait. Tehát itt számos félreértést el szeretnék oszlatni, de az első félreértés az az, hogy az a szó, ahogyan leírjuk ennek a nagy tanítónak a nevét, hogy Buddha, ezt németektől vettük át, és ez a H, németeknél néma H. Az egész világon Budának hívják ennek a nagy tanítónak a nevét, kivéve Magyarországon, ahol még nem sokan találkoztak a német néma H-val, és azt a H-t azt kiejtjük. Gondolom azért vezették be, hogy nehogy véletlenül valakinek ilyen furcsa gondolatait támadjanak, hogy van Buda, meg Óbuda, meg mindenféle Budával kezdődő név Magyarországon, és nehogy valaki véletlenül arra gondolja, hogy esetleg ehhez nekünk valamilyen közünk van. Azonban én voltam a Harvard Egyetemen, ahol vendégkutatóként egy Nobel-díjas professzorral dolgoztam, és elmentem természetesen az egyetemi könyvesboltba, és ott megszereztem Herodotosnak a História című művét. Herodotos históriái azok egy olyan kiadásban is megjelentek, amik térképekkel, utószóval illusztráltak, és a kiadást nem cenzúrázták. Tehát ezt a könyvet, ha valaki meg tudja szerezni, az a cím, hogy Landmark Herodotus, angol nyelven olvasható, fantasztikus mű,
én utána néztem, fantasztikus volt az az élmény, hogy látom azt, hogy a szkítákról egy külön könyv van, és leírja a szkíták szokásait, az utolsóban elemzik, hogy Hérodotosznak a szkítákról szóló írását megbízhatónak kell elfogadni, hiszen a régészeti feltárások pontosan igazolják azt, amit ő akkoriban leírt, tehát jól ismerte a szkítákat, és bizony Hérodotosz leírja azt, hogy a szkítáknak a vitás kérdéseit olyan emberek döntötték el, akik kopaszok voltak, nem volt semmiféle fegyverük, óriási szellemi tekintélyen rendelkeztek, és ezek az emberek egyébként maguk közé bárkit, aki vállalt az ő ilyen remeteszerű életmódjukat, bárkit befogadtak maguk közé, és gyakorlatilag, ami nagyon érdekes volt, hogy a leírás alapján az ember arra gondol, hogy valószínűleg még a történelem előtti Budának a tanítványai lehettek, tehát nem a történelmi Budának, hanem valószínűleg még korábbi. És ami nagyon érdekes, hogy leírja azokat a szokásaikat, például, hogy a szkítáknak vérszerződéssel kötött szokásaik voltak. A magyar vérszerződés az egyáltalán nem kivételes. A szkítáknál a komoly szerződéseket úgy kötötték meg, hogy egy vérrel teli, vagyis egy borral teli edénybe vérüket csorgatták, és azt mondták, hogy amikor a szerződést megkötöttük, akkor a vérünk folyt, aki megszegi, annak vére omuljék. És számos ilyen nagyon érdekes sztori van, de én most nem azért vagyok itt, hogy erről beszéljek, hanem erről a könyvről szeretnék egy pár szót átadni. Tehát ez a könyv onnan kezdődik, hogy minden ember szeretne boldog lenni, és sőt, nem csak az emberek, az állatok is, még a legkisebb fűben mászó bogárban is megvan az a igény, hogy ő elkerülje a szenvedést és boldog legyen. És tulajdonképpen azt elemzi ez a könyv, hogy a boldogságnak bizony okai vannak, és az okokat tárja föl, hogy mik azok az okok, amik a boldogsághoz vezethetnek, és föltárja azt is, hogy mik azok az okok, amik a szenvedéshez vezetnek, röviden összefoglalva. És én azért jöttem el erre a felkérésre, mert úgy gondolom, hogy ez a könyv, ez nagyon fontos a magyarság számára, mert például olyan dolgokat olvashatunk benne, de rendszerben szedve, aminek elemeit nekem édesanyám tanította. Például az, hogy képzeld magad a másik helyébe, hogyha cselekszel valamit, hogy ő mit érezne. Tehát, hogyha te lennél a másik, és ezt csinálnád veled, akkor milyen érzés lenne a számodra? Ez a gondolat, ez a magyar kultúrában jelen van, benne van az is, hogy a kismadarat, amikor már az ember majdnem szomjahal, és oda megy a púthoz, és akkor ott egy kismadár, és akkor megfogja, hogy megeszi, de mondja kis, ne egyél meg, én is nagyon szomjas vagyok, majd meghálálom, és akkor megeteti a kismadarat, megitatja, de hát hogy hálálnám meg te kismadár nekem? És aztán fordul egyet az élet, és a kismadár meghálálja. Tehát ilyen dolgokat, rengeteget lehet olvasni Buddha tanításaiban. Én most néhány dolgot szeretnék ebből a könyvből tulajdonképpen elmondani. Tehát az első rész egy előadás, a második pedig kérdések és válaszok. Tehát elmondanám ezt a részt, most itt nyitottam ki véletlenül a 41. oldalon. Azt mondja a Dalai Láma őszentsége. Amikor a harag gerjedni kezd, akkor gyakorolható a harag tárgyának más megvilágításba helyezése. Bármely személy vagy körülmény, amely felmérgesít, alapvetően viszonylagos. Ha az egyik szempontból vizsgáljuk, akkor haragra ad okot. De más szempontból tekintve felfedezhetünk benne néhány jó dolgot is. Mi tibetiek például? Az egész országunkat elvesztettük, földön futókká és menekültekké váltunk. Ha a helyzetünket ebből a szempontból vizsgáljuk, csalódottságot és szomorúságot érezhetünk, azonban ugyanez az esemény új lehetőséget is teremtett találkozásokra, más vallási tradíciókkal rendelkező emberekkel, és így tovább. A látásmódunk hajlékonyabbá, rugalmasabbá tétele hozzásegít bennünket a szellemi hozzáállásunk kiegyensúlyozottabbá tételéhez.
ez az egyik módszer. És akkor van arról szó, hogyan mérsékelhetjük a gyűlöletet. A gyűlöletet általában a harag előzi meg, a harag válaszul születik valamire, ami fokozatosan alakul át gyűlöletté. És itt a jó megközelítés annak a tudatosítása, hogy általában a harag káros és negatív érzelem. Gyakori vélekedés, hogy mivel a harag része az életünknek, ezért jobb a kifejezésre juttatjuk, ám úgy vélem, hogy ez a nézet téves és félreértésen alakul. Lehetnek sérelmeink, érezhetsz neheztelést a múltbeli események miatt, és a haragod kifejezésre juttatásával végezhetsz ezekkel az érzésekkel. Ez nagyon is lehetséges, többnyire azonban jobb az, hogyha a haragunkat ellenőrzés alá tudjuk vonni, amíg az fokozatosan évről évre csökken és a végén el nem múlik. És ez akkor működik a legjobban, ha elfogadjuk, hogy maga harag káros, veszteséget okozó, negatív érzés. Mi is jobban járunk, ha egyáltalán nem érzünk haragot. Ez az álláspont már önmagában is sokat fog jelenteni. Tehát nagyon sok dologról beszélhetnek ennek a könyvnek a kapcsán, de ugye itt a Magyarok Országos Gyűlésen vagyunk, ezért én inkább arra gondoltam, hogy egy pár olyan dolgot elmondanék, ami nagyon-nagyon fontos, és nem sokan tudjuk Magyarországon, tehát minél többen tudják, annál jobb. Tehát az egyik dolog az az, hogy ugye ebben a könyvben is arról van szó, hogy a boldogságnak okai vannak, ezeket az okokat, ha ismerjük, akkor mindenki bizonyította, most már természettudományos módszerek által is bizonyítottan, képes lehet arra, hogy boldog életet éljen, és Magyarországon rengeteg a sok boldogtalan ember. Tehát, hogyha csak annyit tudunk, hogy a boldogságnak vannak okai, és hogyha tudjuk, hogy mik ezek az okok, ezeket összegyűjtve, képesek lehetünk arra, hogy egy boldog országot, egy boldog családot, egy boldog kultúrát élünk, és a mi életünk is ezáltal boldogabbá válik. Ugyanúgy a szenvedésnek is vannak okai, és ezeket az okokat pedig, hogyha tudjuk, hogy mik az okok, akkor ezeket tulajdonképpen elkerülve a szenvedésünket csökkenthetjük. És az az állítás, hogy tulajdonképpen ezeknek az ismeretében és kapcsolatot teremtve a saját ősi kultúránkkal nagyon nagyot változott Magyarország. És én ezért vállaltam ezt a könyvbemutatót. Például, tehát ezt a beszédet a Dalai Láma London vagy Manchesterben mondta méghozzá 1996. július 19-én. Rendkívül aktuális mégis. Például a 65. oldalon és kérdéseket kapott, és ezekre a kérdésekre adott válasz. Azt mondja a kérdés, őszentsége, úgy tűnik, hogy a fajgyűlölet, a korlátoltság és az emberi ostobaság áradásnak indult. Milyen negatív tényezők hatásának tulajdonítja szentséged ezt a jelenséget? Milyen pozitív tényezők segítségével lehetne ezt a folyamatot megfordítani? Dalai Láma válasza. Úgy vélem, nagyon sok múlik a helyes oktatáson. Úgy érzem, hogy annál jobb, minél több információval és kapcsolattal rendelkezünk, minél tudatosabbak vagyunk. Teljesen, természetesen a saját nyitott szívű és nyitott elméjű hozzáállásunkat is ki kell alakítanunk. Elvégre itt a Földön, ahol akkor még kb. 5 milliárd ember élt, minden egyén jövője nagymértékben a többiek sorsától függ. És úgy látom, hogy a nehézségeink részben abból fakadnak, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy a miénktől eltérő kultúrák és közösségek is léteznek, és nem értjük meg a modern korszaknak, ennek a kölcsönösen összefüggő világnak a valódi természetét. Hogyha a teljes elégedettség és a beteljesülés elérhető lenne a saját kultúránkban és a saját közösségünkön belül, a világon létező más kultúrákkal való kapcsolat nélkül, és azoktól teljesen függetlenül, akkor talán lehetne érvelni a korlátoltság és a fajgyűlölet elfogadás és indokoltsága mellett. De nem ez a helyzet. A miénktől eltérő kultúrák és közösségek létezésének valódiságától nem tekinthetünk el. Továbbá a modern létezés valódi természete az, hogy az egyik közösség jóléte, boldogsága és sikere nagyban összefügg a többi közösség és a többi társadalom jólétével és érdekeivel.
egy ennyire összetett és kölcsönösen összefüggő modern világban a korlátoltságnak és a fajgyűlöletnek nincs helye. Itt kihagyok egy részt, de elmondanám, hogy ezt hogy fogalmazza meg a saját szempontjából. Amikor Tibetben tartózkodtam, kevés tudomással bírtam könyvek vagy személyes kontaktusok alapján a másféle, nem buddhista hagyományok természetéről és értékeiről. De mióta én menekült lettem, sokkal több lehetőségem nyílt, és sokkal szorosabb kapcsolatba tudtam lépni más vallási hagyományok képviselővel, főleg személyes kapcsolatokon keresztül, így azokat ma már sokkal mélyebben értékelem, és meg tudom érteni azok értékeit. Ennek következtében az utóbbi időben már úgy gondolom, hogy mindegyik vallás érvényes egy bizonyos körben. Természetesen filozófiai szempontból még mindig úgy vélem, hogy a buddhista filozófia kifinomultabb, változatosabb, óriásibb és mérhetetlenebb, mint a többi. Mindazonáltal az összes többi vallás is hatalmas jótéteményekkel és óriási lehetőségekkel rendelkezik. Mindkét szempontból úgy látom, hogy a más vallásokkal kapcsolatos hozzáállásom nagyban megváltozott. Ma bárhová megyek, bármikor is találkozom olyan emberekkel, akik más vallásnak a hívei, őszintén csodálom vallási gyakorlataikat, és mély tisztelettel fordulok az ő vallási hagyományaik felé. Egy másik részt is felolvasnék még, bocsánat, hogy ilyen sokat, de ez is nagyon lényeges. Ez a vége, ez az utolsó rész, a kérdések és válaszok részben. Az a kérdés, hogy meg tudom érteni azt, hogy a saját tudatállapotaim és a saját cselekedeteim, a saját életemet, életfeltételeimet és az ezeket kiváltó okokat hogyan befolyásolják. A tudatállapotaim és cselekedeteim által hatást gyakorolhatok-e az egész világ állapotára, úgy mint a szegénységre, az éhezésre és a lények további más gyötrelmeire szerte a világon. Ha igen, hogyan? Őszentsége válaszom. Néha úgy érezhetjük, hogy egyetlen személy cselekedetei nagyon jelentéktelenek. Azután úgy is vélhetjük, hogy a nagyobb változások csupán az összefogásból, a különböző egyesítő mozgalmakból származhatnak. De a társadalom, a közösség vagy az emberek bármely csoportja egyének, egyéniségek összefogásán alakul. A társadalom is egyénekből áll. Így minden kezdeményezés egyénektől és egyéniségektől származik. Tehát az egyén és az egyéniség a kulcsa mindennek. A közösség nem tud lépni, nem tud fejlődni akkor, ha nem fejlődik ki egyfajta felelősségérzet annak minden tagjában. Ezért igen lényeges és fontos az, hogy ne érezzük értelmetlennek az egyéni erőfeszítéseket. Nem szabad így érezni. Mindannyiunknak erőfeszítést kell tennünk. Én ezzel a kis előadással gondoltam hozzájárulni ahhoz, hogy egy kicsit mindannyian boldogabb emberek lehessünk, és én úgy gondolom, talán a Magyarok Országos Gyűlésén illik elmondani azt a magyarság megjelent képviselő számára, hogy nagyon sokat emelhet egy nemzet tudatán, hogyha tudja, hogy az ő őseinek a köréből, tehát ugye a dokumentált történelmi hagyományaink szerint mi a szkítáktól származunk, a szkítáknak a szellemi vezetői azok ismereteim szerint és Hérodotosznak a Históriák című könyve szerint nagyon-nagyon úgy néztek ki, mint a Buddha tanításainak a követői, és ugye fővárosunknak a régi neve Buda, és ezt a vallás alakítót, aki a modernkori Buda tantnak a kifejtője volt, őt is Budának hívták. Én úgy gondolom, hogyha már csak ennyivel megy haza mindenki, hogy lehet, hogy a mi őseinknek az egyik szellemi vezetője az egy világvallásnak az alapítója volt, és ezt érdemes lenne alaposabban is kifutatni. Én úgy gondolom, hogy már ezzel hozzátettem valamit a magyar nemzet szellemi emelkedéséhez. És az anyagi felemelkedésünk kulcsa a szellemi emelkedettségünk. Köszönöm szépen a figyelmet! Szokás szerint, hogyha a tudományos előadást tartanak, akkor van lehetőség kérdések és válaszok feltételezésére, feltevésére, hogy teszteljék az előadót, hogy vajon tudja a dolgát, vagy csak kamuzik, illetve hogyha van olyan kérdés, amiről esetleg az előadás közben valakinek gondolata támadt, akkor azt most föl lehet venni. Úgyhogy a jutalmat
az előadáshoz számomra egy jó kérdés jelentén, úgyhogy ha valakinek van egy jó kérdés, azt szeretettel várom. Még annyit, hogy megkértem a segítőket, hogy van szórólap, ami a könyvet ismerteti, és a magyarságnak a szellemi gyökereiről szóló más könyvekről is hoztam szórólapot. Ezt kérem, hogy a segítők legyenek szívesek, osszák ki azt a szórólapot is. Ne csak vegyek el, tehát akikért van, jó. De van kérdésre lehetőség. Igen, tessék. Ez a könyv tett hozzá akkor most bármit ahhoz, hogy, tehát, hogy boldogabb lett valamivel, tehát kapott olyan tudást, amit ki tudta jobban élvezni a boldog pillanatokat? Én úgy gondolom, hogy igen. Azért fordítottam rá elsősorban, hogy megértsem pontosabban, hogy mit mond ez a könyv, és próbálom gyakorolni is. De hát én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan esemény történt, ami ennek köszönhető. Az egyik ilyen boldog fél órán például az volt, amikor ennek a könyvnek a bemutatóját Csöppel Láma tartotta volna. Ez a YouTube-on megtalálható. Ennek a Dalai Láma könyve a szeretetről és az együttérzésről, szerető együttérzésről könyvnek a eredeti könyv bemutatója. És ott lehet látni, hogy én akkor fél óráig boldog vagyok. De történtek más hasonló esetek is, tehát mondjuk, hogy például az egyik ilyen kis, nagyon aranyos eset volt, hogy én edzéseket is vezetek, és akkor edzés után a gyerekeknek szoktunk be valami kis innivalót adni, és akkor az egyik kisfiú télapókor úgy volt, hogy ahány ember volt az edzésen, annyi kis szaloncukor volt szétosztva, és akkor szólt nekem, hogy hát a Józsika az ellopta a szaloncukrot. A Józsika eltett két szaloncukrot, nem csak egyet. És akkor odahívtam a Józsikát, hogy Józsika, tényleg elvettem még egy szaloncukrot. Mondom, hogy Józsika mondja, hogy igen, hát mondtam, hogy tudod mit, Józsika, az az én szaloncukrom volt, és én azt neked adom. És akkor erre a Józsika elővette az eldugott szaloncukrot, és odaadta, hogy Tamás becsült a szaloncukrot, tessék megenni. De tessék el megenni, mert ezt visszaadta. Tehát én akkor nagyon boldog voltam. Igen, van kérdés. Amikor a kis gyermekek megszületnek, és utána egészen addig, amíg hát legalábbis az iskoláztatás. Igen. És így azt tapasztalom, hogy boldogok. Tehát nyilván nem a súlyos a hangzottan hátrányos családi háttérből dolog, és aztán valahogy azt tapasztalom, hogy kamaszkorban és fiatal felnőtt korban a legkevésbé, most általánosítok természetesen, a legkevésbé alkalmas az ember a boldogságra, mert akkor van egy ilyen örökös elvágyódás és egy ilyen hiány. És hogy van-e összefüggés, mondjuk az érett személyiség, tehát egy érett személyiség alkalmasabb erre, tehát jól gondolom el, mert hogy ezek a, tehát nem a mostaniakról beszélek, ezek a fiatal generációk, ezek mindig bírálnak, kritizálnak, meg akarnak haladni, és azt gondolom, hogy ez is gátja lehet annak, hogy ezt a fajta boldogságot elérhessék. Hát egy, ez, tehát én nem biztos, hogy helyes választ tudok adni, mert én csak fizikus vagyok, tehát az az igazság, hogy a saját gondolataimat mondom el. Tehát a magyar nyelven nagyon szépen megfogalmazták ennek a problémának a kulcsát, ami a műveltség. Tehát a szellemünket művelni kell, mert a szellemben megteremnek mindenféle furcsa gondolatok, és ezek közül a legtöbb az olyan, mint a gyom, hogy ki kell gazolni. És a helyzet az, hogy a magyar nyelv az nagyon pontosan fogalmaz, mert ismeri azt a kifejezést, hogy gazember. Tehát a gazember az, akinek a szelleméből ezeket a gazokat vagy gyomokat annak idején nem művelték ki. És Széchenyi is azt mondta, hogy a kiművelt ember sokasága az, ami egy nemzet igazi ereje. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a korban, amikor már elkezdik a iskolában a oktatást, nem biztos, hogy
kellő műveltséget is kapnak, és a műveltségnek a megszerzése az nagyon nehéz, ahhoz mindenkinek saját magának nagyon sokat kell tennie, és én azt gondolom, hogy az a jó dolog, hogy a szellemünk műveléséhez nagyon sok segítséget kaphatunk. Én az egyik ilyen segítséget úgy gondolom, hogy ha hallottak erről a helyről, hogy Tar, Nógrád megyében van egy szellemi központ, Kőrösi Csoma Sándornak dedikált kegyhely, ahol nagyon sok segítséget kaptam a saját szellemem műveléséhez, és úgy gondolom, hogy aki még nem volt, annak érdemes elmennie, akkor is, hogyha a magyarság gyökere iránt érdeklődik, akkor is, hogyha a saját szellemének a művelésének a lehetőségeiről szeretne többet tudni. Nógrád megyében a 60 M3-ason Budapestről 64 és 60-os Algotarján felé északra kell menni. Nagyon-nagyon nagy látogatottságnak örvend, és úgy gondolom, hogy egy kisebb fajta csoda az, hogy Kőrösi Csoma Sándornak ugye gyalog kellett elmennie Tibetbe, hogy ilyen típusú tanításokkal találkozhasson. Nekünk meg csak körülbelül 60 után egy 20 kilométert kellene menni éjszakra például, de az interneten is rengeteg helyet lehet ajánlani, csak az a helyzet, hogy vezetés kell. Tehát az internet az tele van szeméttel is, és kincsekkel is, és vezetés nélkül az ember nem lehet biztos abban, hogy amit ő ott talál, az kaki, vagy pedig drága kő. Tehát azért ez a kutató munkához egyébként nagyon hasonlít. Nekem a Lovas István professzor úr, a fizikus, ő a pályám kezdetén mondta azt, hogy a kutató munka az a terület, amivel foglalkozom, az leginkább ahhoz hasonlít, mintha lenne egy nagy kondér kaki, és akkor így könnyékig felgyújt újjal ebben turkálni kellene két kézzel, és akkor a drága követ kiemelni belőle. És nyilván lemosni a kutymot. Tehát én úgy gondolom, hogy azért fontos a kellő szellemi vezetés, hogy a drága követ találjuk meg, hogy az tényleg drága kő, nem pedig csak esetleg olyan úgynevezett aranyozott rész, vagy mindenféle más ilyen furcsaság van, amit még nem is aranyoznak. Úgyhogy ez a könyv, ez segíthet abban, hogy ilyen valódi értékeket találjunk. Én úgy gondolom, hogy egy példány, tehát árusítása nem sikerült megszervezni itt a Magyarok Országos Gyűlésén, de akit érdekel, nagyon szívesen megmutatom, hogy egy példányt körbeadok. És ha van esetleg kérdés, akkor nagyon szívesen még válaszolok rá, de körülbelül egy kérdésre van még lehetőség, tessék megnézni. Van még? Igen, tessék. Volna egy kérdésem, de nem ezzel a könyvvel kapcsolatban. Nyugodtan. A címe, hanem említette ön a Hérodotosz Históriák című könyvét megszerezte, ami magyar kiadásban nem jelent. Így van, ez angolul. Én úgy vélem, hogy ön ezt nagyon boldogan olvashatta, így nem véletlenül ajánlotta számunkra. Hát én értem, hogy ön tudós és fizikus, nem könyvkiadó, de nem mindenki bírja a nyelvet, és nem mindenki talál egy kincsere. És nem mindenki tudja megítélni, hogy ez kincse, ami a kezében van. Hát javasolnám azzal a gondolattal foglalkozni, és valamilyen úton, módon ezt lefordítsák, és hozzá megfelelő képen átutásig magyarra, és megjelenik. Köszönöm a gondolatot, erre válaszolnak is. Megvárjuk, amíg elmúlik. A kérdés az a válasz, hogy igen, természetesen, de nagyon fontos azt tudni, hogy ez a kiskönyv, ami megjelent, ez kevesebb, mint 100 oldal. Én ezt 12 évig fordítottam,
több mint 140 verziót készítettem, és kétszer lektoráltattam, hogy pontos legyen. Tehát az, hogy a Herodotosznak a históriáinak a lefordítása, ami egy ilyen vastag, körülbelül 2500 oldalas mű volt, ilyen sűrűn teleírva, térképekkel illusztrálva, az túlmegy az én lehetőségeimmel, de ugyanebből a gondolatból, amit ön említett, én édesapám részére készítettem egy kivonatot, ami tulajdonképpen azokat a dolgokat fogalja össze, amik a legfontosabb tudnivalók, és amik bennünket érintenek, tehát az csak egy ismertető, de azt nagyon szívesen elküldöm, az megvan nekem a számítógépen, illetve tehát ugye itt mindenféle ilyen jogokkal is vigyázni kell, tehát ez csak ilyen, nem tehetem közé, de személyesen szívesen odaadom, édesapám részére készítettem. És még egy dolog, hogy én úgy gondolom, hogy ez a kiskönyv, ez arról szól éppen, amit a legfontosabb egyiket. Tehát vannak ilyen úgynevezett öreg papáknak, meg öreg mamáknak szóló ilyen kihegyezett tanítások, rámutat a dolog belejére. Egyébként pedig egy könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésünkre, hogy a részleteket tanulmányozzuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a kihegyezett tanítások, amik olyanok, mint az, hogy magyar közmondások, hogy lassan jár, tovább érsz. Tehát ennek van egy tibeti megfelelője, az az, hogy lassan jár, hamarabb érsz. Tehát az a lényeg, hogy ezeket a kihegyezett tanításokat talán még tudom folytatni, és akkor most befejezném egy ilyen kihegyezett tanítással. Jó, ez a vége, tehát annyi türelmet kérek, hogy ezt a kis verset még hallgassák meg, ezt én fordítottam, de a hangszórónak ugye prioritása van, tehát azt megvárjuk. Része egy ilyen kihegyezett tanítás sorozatnak az a vers, amit most felolvasnék. Az írója egy tibeti szerzetes volt, úgy hívják, hogy Nemes Tomá Zampó. Drága az emberi létünk, kézcsoda, ritka-e készség? Fuldokol itt a sok érző, menteni mind, aki él még. Értelem, emberi kincsünk, műveli mind, aki ébred. Mélyül a tiszta tudásunk, fellobban bennünk a fényen. Szívvel is, ésszel is élnek, nappal is, éjjel is ébrek. Így gyakorolnak a bölcsek szellemi gyermekeikkel. Köszönöm szépen!